És akkor Gréci Zsolt, ha egyszer tévedek, akkor mindig illik legalább kétszer kijavítani, hogy tudatosítsuk, frakció szóvivő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Tényleg így nagyjából, én nem tudom, hazament, lezuhanyzott, és már jött is hozzánk? Hát kis túlzással, de sokáig tartott. Eddig? Hát olyan nagyjából éjfél körül zárult. A több órás vita. Hát, ha jól számolom, volt benn egy államtitkár, volt benn talán három fideszes képviselő, és nagyjából 10-15 ellenzéki. Hogy szavaztak így? Nem szavaztak, már 11 órakor. 11 órakor. Ez maga a vita volt. Na most van értelme, őszintén van értelme egy vitának. Egyrészt kétharmados a parlament, másrészt vannak bent 18-an, de akkor megendegedő leszek, 20-an is vannak bent legalább. Nem látja az ország, mert éjszaka van. Ennek ilyenkor mi értelme van? Egyrészt szándékosan tette a kormány erre a késői időpontra, hogy akik esetleg nem teljesen megszállottjai a parlamenti közvetítéseknek és a politika napi figyelésének, azok végképp lemaradjanak erről az egészen méltatlan történetről. De hát feketén-fehéren kiderült, a fideszes képviselők azt mondják, hogy aki a pénzt adja, majd az eldönti, hogy ki a színházigazgató, és hát különböző zsarolási potenciálok vannak ebben a törvényben elrejtve, és hát azt magyarázták, hogy amit itt a Madács téren az a nagyjából 15 ezer ember képviselt. Amit néhány százra írt, teszem hozzá nagyon gyorsan a kormány sajtó egy. Miközben egyébként a rendőrség hivatalos adatai szerint 13 ezer. Meg vannak a rendőrség hivatalos tehát, adatai. Tehát ez a rendőrség hivatalos adata. Tehát, hogy ezek meg akik a színpadon álltak, meg akik aggódnak a kultúra szabadságára, ezek mind ostobák és nem értenek hozzá, majd ők megmondják, hogy mitől lesz szabad a kultúra. Hát, én úgy gondolom, a fideszes képviselőkre nézve elég megalázó volt ez a vita, és időnként láttam rajtuk, hogy ők maguk is szégyellik ezt. Mind a hármukon? Igen. Ezért érezhető volt, hogy na most hát ilyen magyarázkodás volt ez. Annyit mint... mondjam meg nekem, most én nem követtem az éjszakai vitát, nem követtem, de hogyha azt mondom, hogy van egy beterjesztés vagy egy ötlet, majd ezt követően van egy ellenzéki fölhördülés, van a tüntetés is. Önök éjszaka 11-től éjfélig vagy valamikor vitatkoznak, önök vannak 15-en, ők vannak 3-an. Önök elmondják, hogy méltatlan, kultúraromboló, hogy bedarálják a kultúrát, ők elmondják, hogy ellenőrizni szeretnének azt, amiért pénzt adnak, majd ma reggel 11 órakor szavazás lesz, a kétharmad meg fogja szavazni, és vége. Ilyetén módon, hogyha, és szerintem nem jártam csillagjósnál sem, ha így zajlik a dolog, akkor nem kiüresedett ez az egész? Nem. Pontosan az a lényege, hogy a parlamentben ott kell lenni, a parlamentben el kell mondani a véleményünket, és ha valaki még végignézi az elmúlt egy év történéseit, hogy mi indult el a rabszolgatörvény elleni tiltakozásoktól, nagyjából pont egy évvel ezelőtti tüntetés hullámtól egészen odáig, hogy az áprilisi EP választáson a Fidesz elvesztette a kétharmadot, az októberi önkormányzati választáson pedig elvesztette Budapestet és elvesztette 10 megyei jogú várost. Ez mindennek köszönhető. A parlamentben ott kell ülni, el kell mondani a véleményünket egyszer, ötször, tízszer, százszor, és mindazzal, ami az utcán szerveződhet, vagy ami a társadalomban szerveződhet, civil módon szerveződhet, amögött egész egyszerűen ott kell állni a politikának, ami most éppen a kultúrára gondolja úgy a kormány, hogy meg akarja szállni, az önkormányzatoktól elveszik a jogokat, szemmel látható, hogy az orvosi kamaránál elvesztette a Fidesz az eddigi hozzá hű elnököt, a roma önkormányzatoknál elvesztette, van egyfajta megbillenés a magyar politikában az ellenzék irányába, és mindazok, akik szeretik a kultúrát, a színházat, hozzáteszem, a könyvkiadók is veszélyben vannak most már, csak erről még kevesebb szó esik, de majd... Milyen módon vannak veszélyben a könyvkiadók? Milyen előterjesztés? Hát ugye olyan tervezet kerül elő, amiben például meg akarja mondani a kormány, hogy a köteles példányok, tehát azok, amik bekerülnek az Széchenyi könyvtárba, azok milyenek lehetnek, meg akarja szabni azt, hogy hány könyv jelenik meg, hány példányban, tudni akarják ezt is, azt is tudni akarja a kormány, bocsánat, hogy a szerzők személyes adatait akarják tudni. Milyen könyv hány példányban jelenik meg, én, aki adtam már ki könyvet és írtam Magyarországon, ez egy nyilvános adat, ebből mire lehet következtetni? De ez úgy nem úgy nyilvános adat, hogy a kormány ezeket begyűjti. De a kormány pont annyira tudhatja, hogy én hány példányban nyomtattam egy könyvet, hiszen van áfás számlája, az ilyen nyomda, olyan nyomda, amolyan nyomda, kinyomtatja, leszállítja, tehát én ebben nem látok valami borzasztó dolgot, hogy tudják, hogy én
egy sikertelen emberként 1000 könyvet adok ki, sikeresként, tudom én, 100 000-et. Tehát ebben nincs olyan adat. A könyvkiadók és könyvterjesztők egyesületének hivatalos közleménye felháborodásának ad hangot. Mi benne, csak értem, de mi benne a probléma, hogy valaki tudja, hogy hány példányban megy? Hát például az állami könyvkiadás az piaci versenyzője a magánkiadóknak. Pont ezért az állam, érdemes tudni, igen, hogy mennyit kölcsön például az állami kiadóra az állam. De itt most arról van szó, hogy az állam gyűjt be ilyen típusú adatokat, de például azt is begyűjti, hogy ha mondjuk szerkesztő úr kiad egy könyvet, akkor a szerkesztő úr hol lakik? A személyes adatait is kéri. Uh-huh. Kérni fogja az állam. Ezt honnan veszi ezt? Láttak hát van, konkrét tervezet van rá, és akkor mondom, a könyvterjesztők már tiltakoztak, hozzám is eljutott ez a tiltakozó közlemény. Az állam egyébként a lakosság nyilvántartáson keresztül, meg a lakcím nyilvántartáson keresztül tudja, hogy én hol az lakom. Az összekötött adatok az egy más tészt. De adatvédelmi szempontból azért nem mindegy, hogy hogy mondjuk egy választási értesítőt kell kiküldeni, vagy mondjuk valaki ír egy könyvet, ami nem tetszik bizonyos kormányzathoz kötődő civil körökhöz, és mondjuk tüntetést szerveznek. Értem. A lakása elé. Még egy gyors kérdés, ma 11-kor elfogadják, vagy nem? Hát szerintem egyébként úgy nagyjából sejtjük. Ezt követően mi történik? Folytatódik valamiféle tiltakozás? Hát ez részben nyilván attól is függ, hogy a színházak, amelyek elkezdték ezt a tiltakozást, ezt folytatják-e. Nyilván nekünk politikusoknak pedig az a dolgunk, nekünk akár a Kulturális Bizottságban különösen, hogy amennyire lehet ezt a tiltakozást fönntartsuk, és látni kell azt, hogy az önkormányzatoktól el akarja venni a kormány azt a jogot, hogy például az igazgatókat kinevezhesse, márpedig ez is súlyos beavatkozás az önkormányzatok életébe. Gréci Zsolt, a frakció szóvivő volt a vendégünk a Demokratikus Koalíciótól. Köszönjük szépen, hogy itt köszönjük. Már is folytatjuk azzal, hogy a BKV sofőrök is rettegnek, ezért telefonos segítséget kérnek a járművezetők körében. Azután robbant a bomba, hogy a BKV bejelentésre biztatta a sérelmet elszenvedő utasokat, miközben a sofőröket is nem kevés sérelem éri. Mutatunk egy rövid összefoglalót, utána Naszályi Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével folytatom.